Sziasztok, ez is egy ilyen rögtönzött videó lesz, de ezt a WC-t feliratot meg kell örökíteni az utókornak. Yeah. Gyakorlatilag utolsó napjait láthatjuk most. Én költözök, ez pedig itt marad. Hát itt az ajtónak különböző matricák egyébként, ez úgy körülbelül hát olyan 11 év termése. És akkor menjünk befele. Na csak hagyjunk. Na, kezdjük az elejéről. Hát biztos lesz a nézők közül, és aki magára fog ismerni, hogy ezt ő írta ide. Amit láttok. Minden üzenetnek a megfejtésével nem fárasztok senkit. Mindenki találgathatja, hogy melyik mit jelent, mert van, amelyik nem teljesen egyértelmű esetleg. És akkor a tető. Oké. Okay. Világbeni, hát akár a világ is, mert jártak itt már külföldiek is, és ők is hagytak nyomot. És azért mondom, már látjátok, hogy van egy szigetvári beírás, még a dátum is ott van. Akkor mindjárt mutatom, mert itt is van. Ja, egyébként azt elmondom, hogy én nem cenzúráztam, de volt, aki cenzúrázott. De nem én voltam. Hát itt mindig sajtói szólás és véleményszabadság volt, legalábbis ebbe a WC-be. Mindenki azt írt fel, amit akar, és én soha nem cenzúráztam, de volt, aki megtette. Hát jó, nyilván. Tehát semmiféle állásfoglalás itt nem volt. Mondom, itt még vonat összeállítások is voltak felírva, majd azt is mindjárt megmutatom. Tehát igen, például egy Békés Csabai vonatszám, hát meg... Van, akinek saját magának is üzent, üdsebi. Hát aztán már a végén az volt a baj, hogy ugye elfogyott a felület, mert mindjárt jön vissza, csak csörög a telefonom. És akkor megmutatom. Jön kívülről is az ajtót, hát itt már a többi dekorációt azt már leszettem. Igazából ennél sokkal több nem is volt rajta. Na ezt a toalett feladatot, ezt meg lehet, hogy átmentem az új lakásba. Na, mi az, amit még nem mutattam meg? Ja, itt vannak a pályaszámok. Meg a túloldalt is van egy pár. Meg, ja, hát igen, meg ez a legjobb volt. Ez még az első időszakban volt. Januárban ez testvérem szülinapja volt, amikor ezt kiírta.
És az első üzenetöktől az volt, hogy boldog névnapot, tehát ez a tipikus olyan házi buli, amikor azt se tudja, hogy miért van itt, meg mit ünneplünk, de azért jön. Ez valami ilyesmi lehet, nem tudom ki jött a végül ki, akkor elég sokan voltunk itt. A többit ezt meg látjátok magatok. És akkor majd ebből lesz valami videóféleség. Nem, megvágás nem lesz, csak egy több kis részet vettem fel, és ezt szerakom. Na hát ennyi. Ja, meg még itt a WC deszkán van egy ilyen Dumpy írnak egy Pesten Finkton felirat, de ennyi. Pesten Finkton egyébként egy zárt körű csoport volt, ami azóta megszűnt, és én is tagja voltam, benne voltam. Hát ennyit kell erről tudni. És hát akkor ennyi. Ja, az itt járt nem, az a Danci nem én voltam, de az egyik duszám is itt járt, igen. Jó, hát ennyi. Akkor kiváló WC volt előtt, és 11 hét termése, és azért sok élmény volt ez, meg azért tényleg azért sokan, tehát az, hogy ilyen legyen, azért nagyon sokan dolgoztak. Na hát ennyi, az új lakásban nem lesz ilyen WC, tehát a domkospa feelinget ott nem vezetjük be, viszont ezt úgy gondoltam, hogy ezt meg kell őrizni. Ennyi, sziasztok!